Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Diplomával vagy nélküle? Kinek jó a diploma? Az Európai Unió célja, hogy 2020-ig legalább 40% legyen a diplomás fiatalok aránya az Unióban. De miért is jó a diploma? A fiatalok fele szerint az életben való boldoguláshoz nagy mértékben hozzájárul a felsőfokú végzettség. Minden statisztika azt mutatja ki, hogy a diplomások átlagkeresete magasabb, mint azoké, akiknek nincs magasabb iskolai végzettsége. Tehát aki szerez diplomát, és hozzá a tudást is megszerzi, ezt hangsúlyozom, az nagy valószínűséggel egész életében magasabb keresetre számíthat, mint azok, akik nem tudnak tulajdonképpen ennyi mindent, csak kevesebbet tudnak. Ennek megfelelően érdemes tanulni. A tudás alapú társadalom korszakában az oktatás, az élethosszig tartó tanulás minden ország számára stratégiai fontosságú befektetés. A felsőoktatási tanulás az életnek az a szakasza, amely a legnagyobb mértékben hozzájárul ahhoz, hogy intellektuálisan kibontakozzunk, hogy megértsük a világot. A magyar fiatalok értékes dokumentumnak tartják a hazánkban megszerzett diplomát. A többség szerint külföldön is versenyképes a Magyarországon megszerzett tudás. De vajon ez hatással van a gazdaságunkra is? Minél több kiművelt emberfő van, ahogy azt már Széchenyi óta mondogatjuk sokszor, annál jobban érdeklődik a tőke, a befektető a magyar gazdaság iránt, annál magasabb színvonalú beruházásokat akar megvalósítani, ami azt jelenti, hogy nálunk is sokkal több fog maradni. Mindez arra hívja föl a figyelmet, hogy az oktatás kiterjesztése tartósan csak akkor gyakorol kedvező hatást a munkaerőpiacra, ha az oktatás a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő színvonalon és összetételben bővül. A diplomások száma és tudása nem csak az ország nemzetközi megítélését befolyásolja, hanem nagyon nagy hatással van a belső működésére is, változásokat is előidéz a jólét szempontjából. Nézzünk egy példát. Szerintem minden második ember, hogyha benyúl a zsebébe vagy a lakásában körülnéz, akkor egy dél-koreai terméket fog találni. Nos, ebben az országban a középfokú oktatásból kilépőknek 85-90%-a belép a felsőoktatásban. Ez óriási arány, ők az elsők ezen a területen, és nem sok kétség van azzal kapcsolatban, hogy ezt a rendkívüli gazdasági teljesítményt úgy értékel, hogy rendkívül magas beiskolási arányaik vannak. Egy mondatot hozzá kell tennem, viszont a dél-koreaiak maguk fizetik ennek a költségét. Nem az állami költségvetés fizeti, hanem a dél-koreai családok számára az természetes, hogy ez a legjobb befektetés az egyén számára, és a társadalom így módon profitált belőle. Mondhatjuk, hogy a diploma mindenképpen jó befektetés, hiszen ahol az emberek tanultabbak, ott a közjó is nagyobb. A diploma egyben jó ajánlólevél is. Minél igényesebb, patinásabb intézményben szerezték, annál inkább. Azt is mondhatjuk tehát, hogy a felsőfokú végzettség, illetve az általa megszerzett tudás mindenkinek előnyös. Jó az államnak, és jó az embernek is. Azt is mondhatnám, hogy közkincs az a tudás, amit a fiatalok megszereznek az egyetemi és a főiskolai évek során. De én szerintem legyünk ennél individuálisabbak és egocentrikusabbak, és úgy is gondolkozhatunk, hogy ez nekünk, aki megszerzi a diplomát, az egy nagyon jó dolog. Illetve nem csak a diplomáról beszélek én itt, hanem elsősorban arról a mögöttes tudásról, amit az ember 4-5 év alatt magára szed. És nem is csak a tudásról, hanem arról a módszeres gondolkodásról. Sokak szerint a világ egyre inkább két részre szakad. Az egyik helyen kitalálják az új dolgokat, a másik helyen pedig legyártják azokat. A fejlett országokban egyre inkább a tudás, az innováció a fejlődés motorja, a fejletlenebbekben pedig a nyersanyag és az olcsó munkaerő. Nagy kérdés, hogy hazánk vajon melyik irányba tart. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul, kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul.